Szeretettel köszöntök mindenkit a Pajta Színházunk átadóján. Új közösségi térrel gazdagodott Mezőgecse. Európai Uniós forrásokból egy Pajta Színházat építettek, amit anyaországi támogatással egy sportteremmel egészítettek ki. Az ünnepélyes átadáson a község előjárója Mester András kiemelte, a létesítmény ajtaja nyitva áll nem csak a mezőgecseiek előtt. Itt Mezőgecsében Európai Uniós támogatásból, két határmenti együttműködés alapján EGRI testvértelepülésünkkel pályáztunk meg ukrán-román partnerségében egy Pajta Színház építését és a hozzá kapcsoló rendezvényeket. Sajnos a rendezvényeket a háború miatt nem tudtuk megtartani, de mind a két helyszínen a Pajta Színház az megépült. Ez egy nem csak színház, hanem egy tömbfunkcionális épület, gyakorlatilag színházi előadások mellett néptáncra, népdal éneklésre, aeróbikra, akármire tudják majd a mezőgecseiek, illetve a hozzánk érkezők használni. Nem csak beregszászi kistérségre gondolok, hanem a környező magyar települések is, akik úgy gondolják, hogy eljönnek ide és használnák az épületet, azt az önkormányzat, illetve mi mezőgecse azt rendelkezésre bocsátjuk. A kárpátai magyar nagycsaládosok jelezték már, hogy jöjjenek néptánc estet tartani. Itt van a kárpátai magyar drámai színház, megyei színháznak az elnöke, Sinedina, ugye ő is jelezte, hogy majd használnák, igénybe vennék az épületet. Tehát természetesen ez nem csak Mezőgecsének, hanem az egész kárpátaljai magyar, illetve nem csak magyar közösségnek épült. Tehát ugye ez egy tömbfunkciós rendezvényközpont, és ennek az egyik termében hoztunk létre a Bethlen Gábor alapnak a támogatása, vagy konditermet, amely az itthon maradtaknak nyújt szórakozási lehetőséget. Ahogy említettem, 5 éves kortól 80 éves korig mindenki fogja tudni használni, tehát 5 kondigép, illetve 2 asztalitenes asztal van, és ezt a hét minden napján fogják tudni bizonyos időszakokban használni a helyiek és az ide látogatók. Ma közösen ünnepelhetünk és együtt örülhetünk. Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja köszöntőjében hangsúlyozta, kellő elszántsággal és akarattal egy ilyen kis közösség is nagyot tud alkotni. Mezőgecse egy nemzetközi hírű település, annak ellenére, hogy kicsi közösségről van szó, hiszen itt van a nemzetközi hírű böllérverseny, amit évente rendeztek meg, ameddig lehetett. Itt van a Lekvárfőző Fesztivál, és másról is nevezetes, hiszen vannak építészeti remekek, és van egy nagyszerű együttese is ennek a kis közösségnek. A gyerekek nagyszerűen tudnak táncolni, őket kifejezetten tanítják, nevelik. Ez a mai létesítmény azért csodálatos, mert egy közösségi tér jött létre, amit Mester András előjáró szervezet, Európai Uniós forrásból, a Bethlen Gábor alapból, magyarországi támogatásból egy nagyszerű közösségi teret hoztak létre, ahol a fiatalok gyakorolhatnak, edzhetnek, illetve lehetőség van színházi előadások és egyéb rendezvények megtartására is. Nagyon örülök, hogy minden nemzedék képviselő itt ma Mezőgecsében. Sín József, a KMKS alelnöke rámutatott, minden intézmény, amely a közösség fejlődését, erősödését szolgálja, nagy jelentőséggel bír a kárpátaljai magyarok számára. Szép ajándékot kapott Gecse község a turisztika világnapja alkalmából, egy igazi Pajta Színházat. Egy újabb létesítménye gyarapodott a község, mely úgy gondol, hogy megszolgálta, hisz itt nagyszobású fesztiválokat rendeztek évekkel ezelőtt. Hát most szintén szeretnünk, tehát ami együtt jár avval, hogy remélhetőleg januárra, amikor is a böllérverseny szoktuk megrendezni, remélhetőleg béke lesz, és a rendezés is nagyszerű lesz. Az egész Kárpátaljáról, sőt néha az egész Ukrajnából érkeztek ide vendégek, megismerték kis hazánkat, az ízeinket, a szokásainkat, a hagyományainkat, és gondolom ez összehozta az embereket, összehozta a különféle világnézetű ukrajnai polgárokat, tehát csak csupa jóval szolgáltak ezek a fesztiválok. Hát most úgy gondolom, hogy ez egy újabb lépés az EU felé is, hisz ez egy sikeres EU-s pályázat volt, tehát ezért is mondtam, hogy Gecse már belépett az EU-ba, most már csak Ukrajnának kell követni. Hát remélhetőleg ez is hamar meg fog történni. Igaz, egy dolog szükséges ehhez, az EU-s felvételhez, hogy béke legyen. Segít nekem a sötétbe fonni, segít a kisfiú, ki segít.
A Pajta Színház avatásán a hagyományőrző csoportok, ének és táncegyüttesek birtokba is vették a színpadot, igazi ünneppé varázsolva a rendezvényt.